A kiállítást Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg, és kiemelte, hogy mennyire fontosak ezek az egyedi és egyedülálló értékek. Különlegessége ennek a téglának, ahogy a megnyitóban is elmondtam, van néhány olyan épület, vagy volt néhány olyan épület Karcagon, amely viszonylag közel állt, sőt nagyon közel állt a szívemhez, és ezeknek a bontásából került hozzám néhány tégla, amelyek között találtam egy ilyen különleges feliratú téglát. Ezt ajándékoztam most oda a Téglagyűjtő Egyesületnek. Ahhoz, hogy valaki tudja a tégla kiállítást értékelni, és végig tudja nézni, és tényleg egyfajta olyan szemmel lássa, milyen szemmel a téglások gyűjtik, ahhoz egy picit azért föl kell készülni, én azt gondolom, erre a kiállításra, hiszen lehet látni téglákat, lehet látni különböző cserepeket, tetőcserepeket, kupcserepeket, amelyen vannak felírások. És hogy az ember, amikor először találkozik egy ilyennel, akár egy kiállításon, akár sétálva mondjuk a főtéren, és látja egy téglába beleégetve egy jelet, akkor úgy helye közel tudja, hogy ez miről is szól. De igazából itt évszázadokról beszélünk, évszázados olyan múltról, amely a történelem egy meghatározó részében készült. Különböző családnevek, gyáraknak a nevei, tehát egy-egy kor történet jelenik meg egy-egy téglán, és én azt gondolom, hogy minden tégla mögé egy hosszú-hosszú históriát lehet oda tenni. Én ajánlom mindenkinek, hogy amikor jön a kiállításra, vegye a fáradtságot, interneten ma már gyorsan meg lehet találni néhány alapvető olyan információt, amely a kiállítás értelmezéséhez és egy még színvonalasabb megértéséhez járul hozzá. Egyébként csodálatos a kiállítás, hiszen valóban a gyűjtők akár minden egyes tégláról hosszú-hosszú információt tudnak elmondani arról, hogy mikor épült, milyen korban, kinek a birtokában volt az a téglagyár, ki az, aki vetette ezt a téglát, ki kinek a leszármazottja, hiszen itt hosszú-hosszú folyamatokról beszélünk. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom a kiállítást. Látogassa, nézegessen és kutasson egy picit utána. Kovács Györgyel beszélgettünk arról, hogy a gyűjtőtársak közül kik tudtak eljönni, és milyen gyűjteménnyel érkeztek. Hát ezt a kiállítást többen hoztuk össze. A egyik tárlón Bugyi Attila szentesi taktársunk állított ki anyagot, akkor a cserepeket Molnár Józsi karcagi gyűjtő szedte össze, akkor Szolnokról van itt egy srác, Sági Csabi, aki hozott téglákat, mellette Szoboszlai Szabi Hajdú Szoboszlóról, többek között a falon meg a tárlókban lévő papírok, tehát részvények meg mit tudom, az is a Szabos gyűjteményét gyarapítják. A belső oldalon ott Kocó Sanyi Kenderesről hozott téglákat, őt lehetett már látni többször is Kenderesen a vásárokba, itt ott ki szokta állítani. Akkor Pestről van egy srác, Kincses Laci, hozott mindenféle téglákat, aztán a többi nagy része az meg az enyém. Van olyan tégla, amire most irigykedik, hogy nem a saját tulajdonában van? Hát nincs, van olyan, amit szeretnék még, de amik itt vannak nagyjából, azok megvannak nekem is. De így többen csináljuk a kiállítást, így nem nekem kellett mindet idehozni, úgyhogy ez is volt az egyik, hogy legalább az egyesület állítsunk ki, meg így nekem nem kellett ennyit bajlódni. Bugyi Attila szentesre egy nagyobb gyűjteményt hozott. Önnél hogyan indult az első tégla? Lakás átalakításba kezdtünk, és akkor találtunk a falba téglákat. Akkor még nem gondoltam, hogy érdekes lehet rajta a felirat. Eltettem, később a munkám során többfele láttam hasonlókat, más feliratokat, és akkor kezdett el érdekelni, hogy ugyan kigyárthattam, miért készült, mikor készült, és így kezdődött a T-vírus nálam. És hol tart most? Szerény gyűjteményem 3000 darab körül áll. Elsősorban próbálom a környékbeli szentesi téglákat rendszerezni, beszerezni, azoknak a gyártóját, készítőjét felkutatni levéltárba, vagy régi idősebb kőműves mesterektől megszerezni, hogy ki készült, hol készült, város melyik részén. Tehát olyan 10 darab körül tartunk már a városba, akiket sikerült föltárni, hogy kigyárthatta. Úgymond a nagyobb gyártókon kívül,
mert a városban a Szentes városában a zsoldos, olá, szőke téglagyárosokat mindenki ismeri, de a kisebb téglaégetőket nem.